A legtöbb férfi beteg naponta, két naponta borotválkozik. Na, jó napot Miklós, ismét megborotválkozik. Ha a beteg képes maga borotválkozni, akkor a gondozójának csupán abban kell segítenie, hogy a szükséges eszközöket előkészítse. Amennyiben a beteg nem képes önmaga borotválkozni, azt a gondozójának kell megtenni. Íme a szükséges eszközök. Olló, törölközők, borotvahab, egyszer használatos borotva, elektromos borotva, bőrápoló, arcápoló folyadék, tükör, vizeltelt lavor és mosdókesztyű, vizeltelt kistál. Jó minőségű, egyszer használatos borotvával szinte lehetetlen a bőrt megvágni. Alkalmazkodjunk a beteg kívánságaihoz is. A legegyszerűbb persze az elektromos borotva használata, amivel száraz bőrről távolítható el az arcszőrzet. Ha ilyet használunk azonban, ez nem képes a túl hosszú szőr eltávolítására, ezért feltétlen alkalmazzuk naponta. Női betegeknél, főleg idősebb korban előfordulhat, hogy az áll, illetve a bajuszka szőrzete megerősödik. Ez némely betegnek esztétikai, érzelmi problémát jelent, és kényelemérzetét nagyban elősegítheti, ha ezeket időnként szemöldökcsipesszel eltávolítjuk. Ugyanígy örömet okozhat a női beteg számára, ha néha szemöldökívét is rendezzük oly módon, hogy a szemöldökívéből kilógó újonnan növő rövidebb szálakat szemöldökcsipesszel eltávolítjuk. Maga tehetetlen beteg esetén különösen ügyeljünk arra, hogy a beteg orrnyílásai szabadon maradjanak. Ha mégis hab kerül az orrjukakba, azonnal távolítsa el. Nagyon lesoványodott betegnél az orcák beesnek, ami megnehezíti a borotválást. Kérje meg a beteget, hogy nyelvével belülről feszítse ki az orcákat, ha képes rá. Kérjük meg a beteget, hogy ajkát húzza le úgy, hogy a bőr megfeszüljön. Kérjük őt arra is, hogy amikor a szájuk környékét borotváljuk, belülről helyezze oda nyelvét, ezzel a bőrt kifeszítve. Az árról a szőrzetet keresztirányú mozdulatokkal borotváljuk le. A nyakon felfelé húzzuk a borotvát. Kérje meg a beteget, hogy emelje meg az állát, esetleg fordítsa oldalra a fejét. Ha erre nem képes, támasszuk meg a fejét ebben a pozícióban. A borotváláshoz szorosan kapcsolódik a férfiak orr- és fülszőrzetének ápolása. Ezeket ollóval vágjuk rövidre. Előfordul, főleg idős férfi betegeknél, hogy a szemöldök szőre túl hosszúra nő. Ez esetben ollóval rövidítsük azt is meg. Nagyon szépen köszönöm.